Egymás után kértek autogramot a gyerekek Kovács Katalintól a csónakázótó partján. A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó állta a rohamot, majd segített a gyerekeknek hajóba szállni, hogy ők is kipróbálhassák kedvenc sportágát. A Magyar Sportnapjának székesfehérvári rendezvénye, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia összefogásának eredményeként valósulhatott meg. Szeretnénk, hogyha megismerkednének sportágunkkal, szeretnénk azt tudatosítani bennük, hogy rendszeres sportolással nagyon sokat tehetnek az életükhöz, és bízunk benne, hogy a jövő hónapokban, akár nyári táborban sokukkal találkozni fogunk a vízitelepen, és ott pedig beleszerelmesednek a sportágunkba. Az esemény fényét emelte, hogy az akadémia első alkalommal bocsájtotta vízre hajóit a tavon, a gyerekek pedig egy kis bemelegítés és az alapok elsajátítása után szakoktatók felügyelete mellett vehették birtokba azokat. A Magyar Sport Napját egyébként egy szabadtéri verseny keretében 1875. május 6-án rendezték meg először Magyarországon, ehhez pedig idén a Vörösmarty iskola is csatlakozott. Az első szabadtéri Vörösmartys kajakkenu evezést fogjuk tudni itt megrendezni a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiával együtt. Az iskola már két éve együttműködésben együtt dolgozik, vannak olyan kimondott sportolói osztályok, ahol kajakkenusok, kisgyerekek sportolhatnak, és most ők fogják kipróbálni ezeket a csónakokat, meg az evezést is. Nagyon vártuk már, nagyon készültünk erre a sportnapra. A sportnap keretein belül a csónakázótó mellett az iskola területén is különböző sportágakat próbálhattak ki a diákok. Az udvaron kosárlabda, foci és strandröplabda, a tornateremben pedig ügyességi labdajátékok várták a gyerekeket.